Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel és szeretettel, állandó ébrességgel teljesítsünk parancsaidat, ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön öröki. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: jaj a pátroknak, akik veszni hagyják és szétszélezték legelőm juhait.
Ezért ezt mondja az Úr Izraeli Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik. Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos nekem, majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint, mondja az Úr. Nyájam maradékát viszont magam gyűjtem össze azokból az országokból, ahová előztem őket. Visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket. Nem féljenek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük, mondja az Úr. Íme jönnek napok, mondja az Úr, amikor az igaz sarja támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, és gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják. Az Úr a mi igazságunk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent lecke. Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti, akik egykor távol voltatok, Krisztus Jézusban most közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk.
aki a kettőt, Izraelt és a pogányokat egyé forrasztotta, és a közéjük emelt vázfalat ledöntötte. Az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette, mint békessé szerző a két népet magában egyé új emberré teremtette, és egy emberben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdesse nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad útunk, az egy lélekben az Atyához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk. Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hol pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Mikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged. Szent evangélium tanítása legyen, kérem bocsánatát. Amen. Tessék a... A három olvasmány olyan szépen egészi egymást. Az elsőben figyelmezteti a pásztorokat, akik hát most nyár kellő közepén az ember pihenne egy kicsit. És mondja, hogy jaj azoknak a pásztoroknak, akik majd ott hagyják a juhokat, és tényleg, hogy nem törődnek velük. Jaj nekik, és én majd magam legeltetem őket, a juhomat, terelgetem őket, és majd megtorlom, megbüntetem a pásztorokat, mert ilyenkor, hát a pihenésnek az ideje. Jó lenne egy kicsit pihenni. Az ember már kiszolgálta, vagy inkább az, hogy megünnepelte az ünnepeket. Karácsonyi, előtte az adventi, aztán nagybőjti, húsvéti, ezen hosszú időket itt a nyár. Meleg van, az ember kicsit hát még jobban elfárad, aztán jól lenne kipihenni. Tehát ilyenkor az ember egy kicsit pihenne, és ilyenkor figyelmezteti a pásztorokat, hogy mi gondoskodjanak ám arról, hogy a nyájnak legyen legelni valója. És ezért az első olvasmányban Ezekiel profétának a könyvében figyelmezteti a papokat, a pásztorokat, a vezetőket, hogy mi mindig gondoskodjunk
apáha nyájról. Aztán nézzük, hogy az evangéliumban olyan szinte olyan játék, olyan kép, ami az ember, ha belegondol, lehet, hogy ez egy kicsit nevetséges is. Jézus Krisztus, hogy végre azt mondja tanítványainak, hogy most már ideje nektek is pihenni. Elmentek, dolgoztak. Múlt vasárnapon miről olvastunk? Mi előtte való vasárnapon is, hogy hatalmat kaptak az ördögök felett, aztán, hogy meggyógyíthassanak minden betegséget. Mentek, csinálták, úgy, ahogy tehát megkapták, végezték a feladataikat. Jöttek, mentek, az emberek közé mentek. Az igét hirdették, az erőt kifejtették. Elfáradtak, hazajöttek, beszámoltak mindarról, amit tettek, betegségről még gyógyítottak, csodák, amit véghez vittek, és mindent. Jézus Krisztus most látta, hogy hát szegények, mondhatnánk így magyar mentalitásban, kifejezésben, elfáradtak. Gyertek ti is, pihenjetek egy kicsit. Rátok is félne. Nektek is jár egy kis pihenés. Nem csak a Isten igéjéből él az ember, de még a kenyérből is, fordítva is lehet mondani. Hogy nem csak kenyérből él az ember, hanem az Isten igéjéből is. De mindkettő kiegészíti egymást. Olyan értelemben, hogy nekünk van testünk is, lelkünk. És mindkettő táplálni kell állandó jelleggel. Hogy bírjuk és merjük kínálni a munkánkat. Most elfáradtak, beszámolnak. Jézus Krisztus látta, hogy szükségük is van, hát egy kis pihenésre. Rájuk is félne. Menjünk egy elhagyatott helyre, magányos helyre. Ti is pihenjetek. Olyan jövésmenés volt, hogy még evésre sem volt időtök. Pihenjünk. Szálljunk fel az bárkába, menjünk a túlsó partra, és egy magányos, elhagyatott helyre, egy magunkba legyünk már egy kicsit. Az ember el tud képzelni, hogy milyen lehetett az a nagy öröm lelkükben, amikor az Úr elértékelte, ugye méltányolta az ő feladataikat, piros pontot kaptak. Most rá hozzá jutalomként kapnak egy kis szabadságot, pihenést. Jézus Krisztus, aki mondta nekik mindig, hogy az én feladatom az, hogy szinte, hogy akadálytalanul, inkább az, hogy pihenés nélkül az Atyám dolgában legyek. Most ő mondja nekik, hogy pihenjenek. Hát érdekes. Örültek neki. De ezen kis játék, kis kép, ezen kis jelenet, hát ez érdekes, szinte nevetséges. Megtudták az emberek, és meg is látták őket, amikor mennek pihenni. Megelőzték őket, és a túlsó partra már átmentek az emberek, gyalog, várták őket. Gondolhatjuk már, hogy azon tanítványok, akik mennek pihenni, és már épp hogy felemelik a szemüket, mikor már azt gondolták, na most akkor fellélegzünk, most már akkor itt lesz egy kis pihenés, és látják a tömeget saját maguk előtt. Hát miféle ambivalens, miféle szinte nehéz helyzet. De ha hozzáteszi, hogy Jézus Krisztus rájuk nézve, a tömegre nézve, hát megesett rajtuk a szíve. Azt mondja, olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Mert amikor futottak, mentek, rohantak, hogy megelőzzék a bárkát, amin volt Jézus a tanítványai, elfáradtak ők is. Mennyire sovárogva válták a ezen igét. Hát ez érdekes jelenet. Hát akkor Jézus Krisztus nem tett már, ebből már, abból a pihenésből már nem lett semmi. Semmi már nem lett belőle. Kezd megint tanítani őket, hirdet nekik az igét. Itt mutatja nekünk, amit már múlt vasárnapon is mondtunk, hogy évközi időben vagyunk, most megyünk, hogy igét hirdessük, munkálkodjunk. És most hozzátesz, hogy pihenés is van. És aztán megmagyarázza ezzel a mai igével, hogy mi is az a pihenés számunkra.
Az, hogy vagyunk. Az én dolgom az, hogy az én atyám az dolgában legyek. Az a feladatom. Jézus Krisztus egykor mondta a szüleinek, hogy nem tudtátok, hogy hogy az én atyám dolgában kell lennem. Mert akkor a szülei jöttek, hogy hazavigyék őt. Nem tudtátok, nem tudjátok, hogy az én atyám dolgaiban kell lennem. Ez az életünk. Ha pihenünk, akkor a pihenésünk helyén is. Igét hirdetünk saját magunkkal. Ez a hívőnek a feladata, a hívőnek a személye. Nem úgy pihen, hogy hát most mit tudom én a diófa alatt, vagy a valamilyen pálmafa alatt, aztán már kizárja önmagából, élete, világából mindenféle igehirdetést, életének való ilyen példamutatást, templomba járást, és itt tovább, szentségek gyakorlása, majd, de hát ez akkor majd folytatja, és itt tovább. Nem. Ott is megy a templomba egy hívő. A pihenés helyén is. Az igazat kell mondani, még azoknak is, akikkel együtt pihen, mondd nekik igazat. Ha békét kell teremteni, békét teremt. Ha feladatot kell elvégezni, valaki megbetegszik, meglátogatja. Imádságát elvégzi. Ott is, bárhol vagyunk, Isten igéjét hirdessük. Vagyis szüntelenül az Atya Istennek a dolgában kell lennünk. Szünet nélkül munkálkodunk a mi életünkkel, a feladatainkban. A rendőr tiszteknek van ilyen kifejezés, hogy de még a katonáknál is, hogy szolgálatba állítani magát. Tehát ez azt jelentene, hogy szabad napján ugye nem egyenruhájában van. Megy a maga útján, vagy családjá, vagy az otthon. De ha olyan felmerül, olyan helyzet, olyan lehetős, vagy inkább az, hogy alkalom, ami miatt, és amikben tényleg, hát neki most már azért egyenruhájában ténykednek, büntetnek, korrigálnak, fegyelmet tartanak, és így tovább, akkor azt mondja a tiszt, hogy szolgálatba állítja magát. Tehát magyarul az ő kapitánya nem küldte őt, nem, hogy aznap dolgozzon egyébként, nem írta alá a jelenlétévet, hogy ma dolgozik, ki se vitte magával, semmiféle úgymond munkaeszköz, de ott szolgálatba állítja magát. És rögtön ténykedik, mint rendőr, vagy mint katona, vagy meg másik tiszt. Ilyen az hívő. Állandó jelleggel szolgálatba állítunk magunkat. Még akkor is, ha pihenünk. Ez a nyári idő, a pihenésnek az ideje. Még a jó hosszú idő, szinte olyan különleges dolgot nem csinálunk, ünnepek annyira nincsenek. Hát lesz majd augusztus 15-én, akkor Nagy Boldog Asszony, 20-án nálunk itt Közép-Európában, pedig akkor Szent István, aztán, de egyébként különösképpen nincsen. Más nincs. Egészen majd Krisztus Király vasárnapjáig. Ilyenkor is állítjunk szolgálatba magunkat. Időközönként, meg ha tényleg szükség van rá. És hát lássunk a Krisztusnak azon pihenését, amiből szinte már nem lett semmi. És nyúljuk azon tanítványokhoz, akik ezt szüntelenül követik az Urat, és így végezték a missziós munkájukat. Az Úr Jézus Krisztust kérjük. Tudja, hogy az ő a ránk bízott feladata, azaz az életünkkel jár. A hivatásunk az életünkhöz tartozó. Csak úgy lehet végezni és jól, csak úgy lehet véghez vinni jól, ha egész életünkben magunkat szolgálatba állítjuk. Akkor segítsen nekünk, ne fáradjunk el. A kellő pihenést biztosítson számunkra, lelkünknek, testünknek is. Üdítsen fel minket,
Te segítsen is, hogy erőre kapva, hogy tudjuk hasznosítani a mi erőnket, az összegyűjtött erőt és erőket az evangéliumának terjesztésére. De emlékeztessen bennünket arra, hogy a mi feladatunk az az éjjel és nappali feladat. De ha vannak olyanok, akik elhanyagolják feladataikat, legyenek akár hívek, akár papok, akár egyéb szolgálatban lévők, hogy ismerjük meg még egyszer, és ismerjük el, hogy feladataink miből való. És igyekezzünk mindig az embereknek a szolgálatában állni, és Istennek dicsőségéért mindent megtegyük. Amen. Álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, halt is eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, könyörögünk az irgalmas Istenhez embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágyodnak. Ébreszd föl, Úrunk, minden emberben a vágyat a Te békéd után. Kérünk Téged, hallgass! Állj mindenkor papjaid mellett, és erősítsd őket lelki pásztori munkájukban. Kérünk Téged, hallgass! A kötelességüket becsületesen teljesítő emberek jussanak a megérdemelt pihenéshez mindenütt a világon. Kérünk Téged, hallgass meg! Szolgáljon a nyári szünidő ifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására. Kérünk Téged, hallgass meg! Ehünk testvéreinket fogad jóságosan örök nyugalomban. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei Atyánk, Te Szent Fiadban jó pásztort rendeltél az emberiség számára. Add kérünk, hogy tanítson, tanítás által eljussunk az örök béke országába, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a sokféle ószövetség áldozat helyében, egyetlen tökéletes áldozatul fiad kereszt áldozatát rendelted, kérünk, fogadd el híveid áldozati adományait, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fősége dicséretére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Hosszú legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, érgalmas Istenünk, hogy olyan megváltott küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmesége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethest bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Úrő Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, jön a magasságban, áldott, aki én az Úr nevében, ugyan a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott. Megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kenyere az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösségi kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik érgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Amen. Üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjaimban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Úrunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével, legyen békességi köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékünkbe jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus teste. Amen. Krisztus vére, hogy meg van a szülők életre. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál,
vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen. Amen.